Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyok Velencén, a Drótszamár kempingben, és ami miatt ide bejöttem, ez az, ami itt van mögöttem, milyen mutatom nektek, egy 543-as Ikarusz. Ez már itt állt tavaly is, amikor itt volt a Bud Spencer Fesztivál, a Bud Spencer Tereszi találkozón, akkor nem felőször, de ugye videót nem csináltam akkor róla nektek, csak fényképet, de nézzétek csak meg, itt van. Hát nyitva már nincsen szegényke, de talán így be lehet itt kuksolni. Kormány, itt van vezetőfülke, nem tudom, mennyi látszik belőle. De ez nyitva van. Hát akkor még nézzük meg, akkor menjünk be. Instant sauna. Na, tessék, lássátok fel, itt a vezetőfülke. És ez meg itt egy konyha, tehát ez valószínűleg egy átalakított busz. Nézzétek meg, gáztűzhely, tisztítószerek, hogy itt minden. Két matrasz, tehát szerintem itt még aludt is valaki. Jó, van itt egy szekrény, de lepiszkáljuk, lehet, hogy ez valakinek a helye. Úgyhogy, ennyi, meg egyébként is dögmeleg van benne, hát egész nap itt áll a napon is süt, tehát már csak azért se hosszírozom, hogy tovább is benne legyünk, de megmutatom itt a hátulját is nektek. Közben itt néha beleugatnak egy-két videós társaim a videóba. Szia, kutyus! AQW862, látjátok a rendszámát is. Mellé állt ez a kocsi, úgyhogy a másik oldalt nem tudom megmutatni. De a másik oldalát azt igen. Szerintem ez egy büfévé átalakított busz volt régebben. Itt is van. Nézzétek meg. Ez is egy ilyen kis rövid vlog lesz. Mindjárt csinálok egy Facebook bejelentkezést is. De akkor ezek adag ennyi lett volna. Hát előbb-utóbb akkor YouTube-on is lesz, és ti is látjátok. Hát akkor ismét köszöntöm a figyelmet. Majd legközelebb találkozunk, hogyha lesz valami egyéb téma, akár most út közben is. Akkor megállok, aztán videózok. Egyébként meg ugye, tudjátok a szokásosakat, ha tetszett a videó, akkor like, ha nem tetszett, akkor dislike. Tudom, pont ma kérdezte valaki az egyik videóm alatt, hogy ki diszlájkolta ezt. Hát lehet, tehát most ez miért tilos, szabad diszlájkolni valakinek nem tetszett. Kommentet is lehet írni, hogy miért diszlájkoltad, az még jobb lenne. De hát, hogyha nem írsz, az se baj, úgyhogy akkor sziasztok, majd legközelebb találkozunk. Csüssz!